A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Egy karafiátorsója gondolattal vezetem fel ezt a beszélgetést, bizonyára majd megerősödik önökben is az a gondolat, hogy miért is tettem ezt. Egy-egy vonalban ott a későbbi cizellált látvány, egy-egy színben a logikai ugrások, a mozgó és lüktető érzelmek. Legtöbbször az odavetett részletek árulkodóbbak mindennél, mint mikor egy váratlan gesztus felfedi az egész személyiséget, kapszulába zárt univerzum, amiből később kibomolhat az egész, és ez maga a fellángolás. Vendégem pedig Havas Csilla, ügyvéd, festőművész, művészetmenedzser, a Havas Art Studio és a Havas Művészeti Ügynökség és Galéria alapító tulajdonosa, csókolom a kezét. Jó estét kívánok! Író, tehát egy ízig-vérig 21. századi polihisztor, ezt mondhatjuk. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt van velünk. A beszélgetésünk apropója, hogy most végre összejött egy olyan találkozás, amelynek apropóját egy kiállítás és egy olyan találkozó adta, ahol fantasztikus festőművészek mutatkoztak be itt Székesfehérváron, a Havas Art Studio-ban. Erről a kedves nézőink láthattak már híradót, lesz belőle kulturális magazin is, viszont nagyon fontos, hogy megismerkedjünk önnel, hiszen én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos a színek szerelmese. Ugye ez lesz az alapcím, ez az ön gondolat sorából adódik. No, az ügyvédségről beszélünk, a jogról egy kicsit, hiszen ez utána majd értelemszerűen itt a művészet, ami az alap a mi beszélgetésünknek is. Miként választ hivatást egy ifjú hölgy, akiben nyilván ott van már a kezdeti időszaktól is a művészeti véna? Nyilvánvalóan akkor, amikor az ember 18 évesen úgy dönt, hogy választ egy pályát, akkor nincs semmilyen élettapasztalata. Most kezdi az életet, nekem sem volt. És nyilvánvalóan itt egy szülői iránymutatás azért ebbe bele kell, hogy szóljon, vagy valószínűleg jó esetben beleszól. És az apám volt, aki azt mondta, hogy lehet sok mindent csinálni, de először kell egy normális polgári foglalkozás. És a normális polgári foglalkozásba beletartozik az, hogy akár lehet egy ügyvédi hivatás is. És ha majd itt már letettem mondjuk azt, hogy a jogi képviselet asztalára a névjegykártyámat, akkor ezt követően majd annak a szenvedélynek, ami lehet akár hobbi, lehet akár szerelem, és itt ez alatt a képzőművészetet értem, majd ezt követően lehet ennek élni, addig biztosan nem. Így is történt? És ez gyakorlatilag igazából úgy történt, hogy 18 éves koromban felvételiztem a Miskolci Egyetem jogi karára, fel is vettek, azt annak rendje és módja szerint 5 év alatt elvégeztem, és ezt követően elindult egy ügyvédjelölti pálya, majd amilyen hamar csak lehetett ügyvédi szakvizsgát tettem, és aztán ez tulajdonképpen elég intenzíven elindult, és önálló ügyvédi iroda alapításával együtt dolgoztam tulajdonképpen 12 évig ügyvédként, majd párhuzamosan egy ideig pénzügyi gazdasági tanácsadóként, befektetési tanácsadóként, és emellett már intenzíven festettem. És amikor az egyik pénzügyi tanácsadó irodát vezettem Kelet-Magyarországon régióvezetőként, akkor oda a saját tárgyalomba bevittem a festményeimet, mint egy igazából magam örömére. És aztán az ügyfelek, akikkel igazából biznisz vonalon dolgoztunk együtt, és kőkemény pénzügyi befektetési tárgyalásokat csináltam velük, ők kérdezték, hogy és mik vannak itt a falakon, kinek a munkái ezek, és akkor mondtam, hogy hát érdemes oda sétálni, megnézni, és akkor, mikor így elkezdték silabizálni az aláírást, és azon láttak egy Havas feliratot, és tudták, hogy a Havas Csillával ülnek szemben tulajdonképpen, akkor volt megdöbbenés, és aztán elhangzott egy kérdés, hogy mikor lesz kiállításom. Ez 2016-ban hangzott el ez a kérdés, és mondtam, hogy nem tervezek ilyet. És aztán kérdezték, hogy miért nem.
És akkor mondtam, hogy hát mert igazából a magam örömére festek, de hát ezt meg kellene mutatni. És miután akkor Miskolcon már nagyon sok helyen ismert volt az én nevem, én akkor felhívtam a Miskolci Nemzeti Színház igazgatóját, aki jelenleg is a színház igazgatója, Béres Attila urat, és megkérdeztem az Attilát, hogy én csinálnék itt egy kiállítást nálatok a foajében. És kérdezte az Attila, hogy jó, oké, és kinek a kiállítása lesz? És hát mondtam, hogy az enyém. De Attila annyit mondott, hogy hát jó, de azért küldj már, hát légy szíves egy anyagot, hogy hagyd lássuk már mégis, hogy ez mi. És átküldtem egy anyagot, és visszajött a válasz, hogy hozzad. És akkor eldöntöttem, hogy jó, de hát ez nem egy hagyományos kiállítás lesz. Meghívtam az Allegra vonós négyest, és akkor a Miskolci Nemzeti Színháznak két, mondjuk azt, hogy közönségkedvenc színművészét, Jancsó Dóra színművésznőt és Salat Lehel színművészt, és Radnai Erika, aki most rendezőasszisztensként dolgozik ebben a színházban, ő volt az akkori estemnek a műsorvezetője, és megtörtént az első összművészeti kiállítás megnyitó színművészettel, zeneművészettel és természetesen képzőművészettel. Bekészítettünk 50 széket a foajéba, és voltak 90-en, 40-en még karéjban álltak hátul a büfésor előtt, és akkor éreztem, hogy na, ez lesz az én utam. Tehát ez megerősítést jelentett nyilván, viszont itt van a döntés felelőssége. Igen. Az egzisztencializmus alapja, mint tudjuk. Ez így van. Mikor döntött úgy, hogy ettől a pillanattól kezdve nem az ügyvédi jogászi pályát, nem a befektetési tanácsadói pályát választja, hanem elindul egy másik úton, hiszen ahhoz az alap megvolt, nyilvánvaló, a saját művészi személyisége ebben az értelemben, viszont ez sokkal több annál az ügynökség. Az a helyzet, hogy mielőtt ez a kiállítás megvalósult, én akkor nyáron már Zebegényben, Sinkó Istvánnál és Juhász Istvánnál a Nemzeti Galériában működő galéria körnél voltam alkotótáborban, és tulajdonképpen ott kialakult Sinkó tanár úr és köztem egy olyan kedves, mondjuk azt, hogy tanítvány-tanár reláció, amikor is ő adott instrukciókat arra, hogy hogyan és miképpen dolgozzam. És aztán ebben az alkotótáborban jött a gondolat, hogy én több alkotótáborba is szeretnék elmenni, és megismertem más festőművészeket, már más táborokban, és ezekben a táborokban számomra nyilvánvalóvá vált, hogy hatalmas talentumok vannak jelen a kortárs képzőművészetben, olyan emberek személyében, akik igazi festőművészek, ám az önmenedzsmentre és a saját maguk menedzselésére teljesen képtelen emberek. És éreztem, hogy azzal a kapcsolatrendszerrel, amit én létrehoztam az ügyvédi praxisban, illetve amit a pénzügyi-gazdasági tanácsadói praxisban, azzal a kapcsolatrendszerrel én tudom támogatni, és tudok egy művészetmenedzsment hátteret adni. És így 2016-ban, tulajdonképpen még a saját színházi kiállításom előtt nyáron már megalapítottam a Havas Művészeti Ügynökséget és Galériát. Tehát mindig kortárs művészekben, csak művészetben és kizárólag gondolkodott. Mindig kortárs művészetben, mert hogy a kortárs művészet az a velünk élő kultúra. És a velünk élő kultúra úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, és én egyébként hiszem azt a picasso-i gondolatot, hogy a művészet feladata lemosni a lélekről a mindennapok porát. És abszolút hiszem azt, hogy ez egy misszió a részemről, hogy minél több emberhez elvinni, minél magát a kultúrát, minél több embernek okozni valóban nagyon lélekemelő pillanatokat és órákat, és ezt célozzák azok a művészeti estek, amik a Havas Művészeti Ügynökség és Galéria alatt megvalósulnak. A jogi, illetve a tanácsadói praxis az eltűnt, mintha nem is lett volna? Az gyakorlatilag egy meredek, éles növervágással eltűnt az életemből, mert hogy amikor 2016. októberében ez a bizonyos színházi kiállítás megvalósult, akkor a rákövetkező napon eldöntöttem, hogy ezzel az évvel én ezt az ügyvédi és pénzügyi vonalat az életemben évvégével befejezem. És én ezt el is mondtam a cég akkori tulajdonosának, akinek az égisze alatt működött a Kelet-Magyarországi Régiós Központi Iroda, hogy január 1-ével én már biztosan nem szeretném ezt a tevékenységet folytatni, és ez így is történt. 2017. januártól már semmilyen ügyvédi, illetve pénzügyi-gazdasági tanácsadói tevékenységet nem folytattam, ezt egy meredek vágással lezártam. Mikor indult el Miskolcról, hogy bevegye az országot?
A galéria... Mert ez egy határozott döntés, ez egy rendkívüli abszolút felelősség. Ez egy abszolút határozott döntés volt, mint ahogy az is, hogy egy 600 ügyfeles ügyvédirodára kiírom, hogy zárva, két ügyvédjelölttel és két titkárnővel együtt, és akkor tulajdonképpen nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy én biztos megbolondultam, vagy hogy mégis mi történik most. És én éreztem, hogy... ha ez az ügynökség és művészeti galéria létrejön, és szándékosan a kettő együtt párhuzamosan, mert hogy a társművészeti ágak bevonásában az első pillanattól kezdve gondolkoztam, akkor én azt is tudtam, hogy Miskolc szűk lesz és kicsi. Viszont Miskolcnak a társadalmi, gazdasági vagy politikai helyzete okán az ott élő emberekben olyan elképesztő igény van a kultúrára, hogy tudtam, hogy a miskolci galériai gyökerek jók lesznek, de ezen túl fogunk szárnyalni. 2016-hoz képest eltelt 2,5 év, és 2019 év elején már tudtam, hogy Budapesten nekem meg kell alapítanom egy galériát. Tehát az a központ mindenképpen ebben az értelemben, hiszen már mint a művészetek központja. Ez így igaz. Ez pontosan. Mert nyilván sok-sok művészetek városa van, közéjük sorolom természetesen Miskolcot és Székesfehérvárt is, de azért az eredendő az Budapest. Ez így van. Mondhatjuk azt, hogy a kultúrának is természetesen a fellegvára Budapest, és hát ilyen módon akkor én az 5. kerületben kezdtem el gondolkozni, és olyan ingatlant keresni, ahol méltó módon tudom prezentálni azokat a művészeket, akikkel dolgozom együtt, az ő alkotásaikat, és ahol a vendégeim valóban azt fogják érezni egy-egy összművészeti esten vagy galéria látogatáson, hogy szárnyal a lélek, mert olyan a millió. És ehhez találtam egy ingatlant az 5. kerületben is, így 2019-től ott működik már a galériának az egyik fiú galériája. Tehát egy kicsit mondhatja, amit Salamon király Szulamitnak, hogy úgy találtalak meg, mint a gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, míg végül a tenger fenekéről felhozza azt az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. És ez volt a festészet, illetve a művészeti menedzser. Igen, mert hogy amikor... ez a galéria megalakult, igen. Akkor én úgy döntöttem, hogy az, hogy nekem van egy jogi diplomám, és engem dr. Havas Csillának hívnak, az még nem jogosít fel arra, hogy és rendelkezem egy hatalmas kapcsolatrendszerrel, de az még nem jogosít fel arra, hogy én tényleg művészetmenedzsment tevékenységet végezzek olyan művészek kapcsán, akik erre érdemesek a tehetségük, a talentum és a művészeti alázatuk és szorgalmuk okán. Úgyhogy a Metropolitan Egyetemnek a Design és Művészetmenedzsment szakára beiratkoztam, és a nagyobbik lányommal egy idős diákok közé beültem tulajdonképpen egy levelező tagozatra, és itt ezt elvégeztem, egy mesterdiploma lett a végeredménye. Felfedezőkor útra kellett indulnia, hogy ezeket a galériákat megtöltse tartalommal? Nem. Az a helyzet, hogy amikor a 2016-os indulásunk volt, akkor én megkerestem 4-5 festőművészt, és mindenki kapva kapott az alkalmon, és örültek ennek a megkeresésnek, kivéve egy művészt, aki ma a galériám legnagyobb alapköve, ő Korbe István, mert hogy ő nem válaszolt a 2016-os megkeresésemre. Mint utóbb kiderült, az a levél az igazából elkeveredett, és ő ezt figyelmetlenségből nem látta, és nem szándékosan, de akkor így éreztem, hogy hát ha ő nem válaszolt, na, akkor biztos vele nem fogok semmit. És ma pedig már a galériámnak ő az egyik, mondjuk azt, hogy legnagyobb művésze és húzó neve, sok más nagyon kiváló művész mellett természetesen. Igen, ezt megtapasztaltuk. Egy kicsit a saját alkotói tevékenységéről is kell, hogy beszéljünk. Magamról írja ön: műveimben a testet öltött érzelmek megjelenítésére törekszem, alkotásaimon keresztül intenzíven kommunikálok az emberi érzésekről, szenvedélyekről, gondolatokról, vágyakról, az élet szépségeit kutatom. Ezt egyébként mi itt Székesfehérváron is megtapasztaltuk, de beszéljünk az indítatásról. Jó. Talán itt azt mondhatnám, ami egyébként ugye a weboldalamon is olvasható, ez a Bohumil Hrabal idézet, amely úgy hangzik, hogy az élet őrjítően szép, nem mintha az volna, de én ilyennek látom. Én mindig is törekedtem arra, hogy az élet szépségeire nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott érzékeléssel forduljak és lássak, és az élet csúnya oldalát, ami ha tetszik, ha nem mindenkit utolér. Ez egészen bizonyos. Ez az én, mondjuk azt, hogy meggyőződésem, vagy közvetlenül, vagy közvetetten, de mindenki megtapasztal félelmet, fájdalmat, szenvedést.
de nem ezt az oldalt kell erősíteni. Azt az oldalt kell véleményem szerint erősíteni, ahol tényleg az élet igazi szépségei bennünk rejlenek. Ez a gondolatsor kapcsolódik az írásaihoz is? Abszolút. Novelláihoz? Igen, hozzáteszem, mély novelláim is vannak, amelyek nyilvánvalóan gyökerezhetnek akár félelemben, fájdalomban, de a végkicsengése, és mondjuk azt talán, hogy az eszenciális mondani valója az alapvetően az, hogy nem ez kell, hogy uralja az életünket, és nem ez kell, hogy befolyásolja a gondolkodásmódunkat, hanem az életnek a szebbik oldala. Bár hozzáteszem, igazmárainak az a sora, hogy a világot mindenki olyannak látja, amilyen ő maga, tehát van mindenkinek egy saját szemüvege, egy saját szűrője. Az enyém az egy ilyen szép szűrő. Igen, hát azt tudjuk, hogy a 21. század stílusparádét hoz a képzőművészetben is. És nyilvánvaló, hogy általában a képzőművészet barátai akkor járnak jól, ha tágra nyílt szemmel nézik pontosan azt, ami előttük áll. Ön viszont, illetve az ön által meghívottak egyfajta stílust képviselnek, kicsit másként értelemszerűen, de fantasztikus az, amikor rácsodálkozhatunk azokra a képekre, mert ugye tudatos ez az egész történet, hogy kiket menedzsel. Így van. A mai napig rengeteg alkalommal jelentkeznek művészek hozzám, olyan művészek, akik tényleg a saját stílusukban, legyen az akár realizmus, vagy legyen az akár absztrakt, vagy akár konstruktív absztrakt, vagy szürreális világ, tehát tényleg a saját stílusukban kiemelkedő módon alkotnak, de miután a vásznaikról adott esetben süt a félelem, a fájdalom, a szorongás, a depresszió, a halálvágy, így én egyszerűen nem tudom elképzelni a velük való együttműködést. Hiszem azt egyébként, hogy a mélységek, amikor az ember mély érzelmi hullámvölgyben van, tudnak inspiráló módon hatni egy művész emberre különösen, de nem hiszek abban, hogy ha most abszolút kereskedelmi galériai szemlélettel nézem, és nem múzeumi kiállítási anyagként, nem hiszek abban, hogy ha otthon a falaimról a félelem, a fájdalom, a halálvágy és a depresszió köszön vissza, akkor az engem építene. Az a szépre, a jóra, a támogatásra nevelni a gyerekeim látásmódját, vagy az ifjúságot, vagy akár csak a környezetemet, vagy akár az időseket folyamatosan emlékeztetni az elmúlásra. És ezért ezen a szűrőn keresztül mennek az én művészeim. És hogyha ők valóban az élet szebbik oldalát, vagy az ő fantáziaviláguk az élet simább oldalát ragadja meg, és ezek nem felszínes szépségek, és nem felszínes simaságok, hanem a valódi szépségek, akkor nekik van helye a galériában, mert lelkünket építő jellegű alkotásokat fognak tudni bemutatni. Ezért ezt a szűrőt én valóban rátettem a művészek kiválogatásakor. Tehát kimondhatjuk, hogy az a 2016-ban megfogalmazott kiállítás megnyitó cím, hogy a testet öltött érzelmek, igen, azok hatnak ma is. Abszolút. Abszolút, és különösen most a legutolsó kiállításunkon, amin ugye önök is jártak, ahol a láthatón túli világ gondolatai jelennek meg, ezeket érzelmi oldalról közelítjük értelemszerűen, hiszen pontosan a láthatón túliságuk az, ami megfoghatatlan módon van jelen, fantázia oldalról, mitológia oldalról, mese oldalról, mágia oldaláról, és nyilván ugye erre épült az összművészeti műsorunk is, de ezeket mind érzelmi alapokon közelítették meg a most kiállító művészek. Miként bukkant rá nem Székesfehérvárra, hanem a kiállító helyre, hiszen ehhez egyik oldalról bátorság kell, elkötelezettség mindenképpen, és olyan jellegű és típusú szakismeret, hogy gondolom én, hogy nem az ismeretlenbe ugrott bele. Hát ezt nem gondolja most jól, azt kell, hogy mondjam. A húgom fogalmazta meg egyszer azt, hogy Csillának nagyon jól megy az ugrás a semmibe. Amikor én Székesfehérvárat kiválasztottam, akkor én ötnél kevesebb embert ismertem ebben a városban. És amikor eldöntöttem, hogy mind a miskolci, mind a budapesti galériámhoz hasonlóan magángalériaként fogom ezt a galériát is működtetni, azaz mi nem vagyunk nyitva az utcára, és soha nem is leszünk,
Tehát hozzánk vagy meghívásos alapon érkeznek a kedves vendégek, vagy megtalálnak minket a social médiában, az interneten is jelentkeznek, vagy művészeti estjeinkre jegyet vásárolnak, és ezt követően válnak a galériánk törzsközönségévé. Ezt mondhatom nyugodtan, mert az a jellemző, hogy aki egyszer részt vett egy művészeti estünkön, ő feltétlenül részt szeretne venni a következőn is. És ez egy rendkívüli kihívás. És ezért hajlandóak akár egy egész országon átutazni. Például a szombati estünk vendégei voltak Debrecenből, Jászberényből, Miskolcról, Győrből, Szekszárdról, Zalaegerszegről. Tehát, hogy nem csak székesfehérvári vendégeink voltak, hanem valóban komoly és sok autózást tettek meg, és sok kilométer volt mögöttük, hogy megérkezzenek. És amikor én ide Székesfehérvára költöztem, akkor egy biztos stabil pont volt az életemben, akkor már 5 éve itt éltek a szüleim. Ők is Miskolcról költöztek ide, családi okokból kifolyólag. A nagymamámnak az ápolása volt a kérdés, és annak a megoldhatósága, amikor ezt a várost választották ők. És aztán, amikor én hozzájuk jártam Székesfehérvárra, akkor kezdtem el jobban megismerni a várost. És láttam, hogy mennyire különleges atmoszférája van, hogy mennyire gyönyörű és mennyire izgalmas egyben a jelen és a múlt szövevényes összefonódása ebben a városban, hogy milyen udvariasak az emberek, ezt muszáj, hogy mondjam, mert ezt egyszerűen azonnal érzékeltem, hogy milyen gyönyörű a főutca, és akkor én eldöntöttem, hogy én itt a főutcán szeretnék egy galériát, akkor is, ha igazából szinte senkit nem ismerek a városban, és azt is magángalériaként. Úgyhogy ez egy ugrás a semmibe volt a részemről. Beszéljünk az írásairól, a könyveiről. Hiszen azt hiszem, hogy egy kicsit bővebben is ki kéne, hogy fejtse. Ugye a kapcsolódási pontokról már esett szó, de egy kicsit bővebben, hiszen én azt gondolom, hogy minden egyes. Én egy gondolatsort ugye megjegyeztem már a könyvéből, és ezt idéztem is, de nagyon-nagyon fontos történetek vannak ebben. Az írás az párhuzamosan fut a fejemben a festményekkel és a festészettel. Amikor elkezdek dolgozni egy képen, akkor már jellemzően él bennem egy történet. És ez a történet, ez egyszerre fut az én belső világomban, mint egy szöveg vonatkozásában, és egyszerre megmozdul az ecsetemben keresztül a vásznaimon. És ezek a történetek az elkészült festményekre reflektálnak. A Felveszem a szárnyaim című első novellás kötetem, az kifejezetten erre épül, nevezetesen, hogy a felsorakozott novellák mind-mind megjelennek egy-egy festményemben. És amikor készült ez a könyv, az akkori szerkesztőmmel úgy dolgoztunk rajta, hogy a festményeket szándékosan a novellák mögé helyeztük el, hiszen ugye mindenkinek van egy belső fantáziavilága, amikor olvassa a sorokat, és kialakul belőle a sorokból egy kép, amit ő maga lát, és ezt követően én megmutatom azt a képet, ami pedig bennem született meg, és aztán az vált valósággá a vásznon, és aztán az érdekes, ahogy ez reflektál oda-vissza egymásra. És a második novellás kötetem az pedig tulajdonképpen Színek, szavak, szerelem címmel született meg, ugyancsak nagyon érzelmes és mély mondani valójú novellákat sorakoztat fel, amik részben a fantáziám szüleményei, részben megtörtént történések feldolgozásai vagy tovább dolgozásai, és hasonlóképpen festményekre reflektál. Annyiban kiegészítve még, hogy ebben a kötetben megjelennek a galériámnak a törzs vendégkörei, és az ő róluk galériámról alkotott véleményük is. Ez úgy indult, hogy kaptam tőlük leveleket, aztán úgy gondoltam, hogy ezek annyira szép, és számomra annyira fontos sorok, és számomra valóban fontos emberektől származnak, hogy ebbe a könyvbe bele szerkesztjük majd, és az Így láttok ti című fejezet, az már igazából az ő gondolataikat. Tehát megörökíti ezt a varázslatos milliót, amit létrehozott. Mondjuk így igaz. Igen. Tehát nem úgy van, hogy kétségbe esettem mémeli azt, ami másokból úgy fakad, mint a virág. Nem. Én nem vagyok egy mémelő alkat. Nagyon is egyenes és határozott ember vagyok. És hát ezt nem mindig könnyű elviselni, sem nekem, sem másoknak. De általában el szoktam mondani a véleményemet, és elég önazonosan élem az életemet, és ami szép, azt igyekszem megmutatni.
ami pedig bánt, az látszik rajtam nagyon is. Jövőkép? A jövőkép, hát az nyilvánvalóan úgy néz ki, hogy Székesfehérváron legalább olyan ismertségre teszek szert, mint a szülővárosomban, Miskolcon. Ott azért nem nagyon tudok elmenni olyan helyekre, ahol engem ne ismernének. Itt még igen. Miskolcon, ha sétálok a Széchenyi utcán, ami a főutcának a megfelelője, a Székesfehérvári főutca megfelelője, ott mondjuk 10 méterenként biztosan rám köszönnek, itt még nem. És ezért itt tudok egy kicsit inkognitóban létezni. De célom az, hogy az a képzőművészet szerető közönség, aki a társművészetek nagy rajongója is, az felfedezze, hogy itt létezik Székesfehérváron egy ilyen galéria, ahol tényleg van lehetőség leporolni a lelkünkről a mindennapok porát. És jövőképem az, hogy azok a művészek, akikkel ma együtt dolgozom, közülük 2-3 művész nagyon-nagyon komoly nemzetközi elismertségre és sikerre is szert tegyen. Ennek az alapjain már jelenleg is dolgozunk, mind a mellett, hogy országosan is, anyagilag is és erkölcsileg is nagyon elismertek legyenek. Hiszen a velünk élő kultúra részei ők maguk, az alkotói folyamataikkal együtt, és ahogy ezt szoktam mondani, ezt a talentumot, ezt éltetni, támogatni kell, és én ebben gondolkozom. Történjék így, nincs kétségem felőle, hogy sikerrel jár. Legyen így. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm én is a beszélgetést. Kedves nézőink, Havas Csilla volt a vendégem, akivel a képzőművészetről beszélgettünk, hiszen nemrégiben megalakult, illetve hát itt Székesfehérváron is elérhető a Havas Művészeti Ügynökség és Galéria fantasztikus tárlatai, mondom én. Bizonyos vagyok benne, hogy önök is vendégek lesznek, hiszen higgyék el, megéri. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.